Sziasztok, és köszöntelek titeket a Zsebi Baba csatornán. Instagramon pár napja felajánlottam a lehetőséget, hogy kérdezzetek tőlem Mosi Pelussal kapcsolatban, és nagyon-nagyon sok kérdés jött, körülbelül olyan 150, ennyi kérdés még egyetlen videóval kapcsolatban nem jött, ami egy nagyon-nagyon szuper jel, tehát azt jelenti, hogy egyre többen érdeklődnek, sok kérdés van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezeket válaszolnám meg ebben a videóban, mint közepesen tapasztalt 11 hónapja mosizó Mosi mami. De nem fogom így felolvasni konkrétan a kérdéseket, hanem összeszedtem 6 kategóriát, ugyanis nagyon sok ismétlődő kérdés van, és hasonló kategóriába tartozó kérdés, így inkább kategórikusan fogom megválaszolni ezeket a kérdéseket, és remélem, hogy így legtöbben választ kaptok a kérdésetekre. Az első és talán leggyakrabban kérdezett kategória ez az éjszaka. Milyen pelust használunk, ami kibír egy éjszakát, 10-11 órát, és nem ázik, és nem folyat, stb. Először is én ilyenkor azt szeretném tisztázni, hogy ez nagyon attól függ, ugye, hogy mik az igényeink az éjszakára. Én csak saját tapasztalatból tudok kiindulni, ugye a Maja az nem egy olyan kislány volt, aki átaludta az éjszakát az első 6-7 hónapban, tehát ugye az első 3-4 hónapban 2-3-szor keltem hozzá szoptatni, majd utána a 4. hónaptól a 7. hónapig körülbelül 1-2-szer, majd 7,5-8 hónaptól pedig átaludta az éjszakát, ami azt jelenti, hogy este 8:30-tól reggel 6:37-ig alszik. Tehát ennek függvényében is változik az, ugye, hogy mennyire van az éjszakai pelenka igénybe véve, és ugye a gyerek kisebb korában kisebb a húgyhólyaga, kevesebbet tud bentartani, kevesebbet is iszik, majd nagyobb korában ugye nagyobb a húgyhólyaga, de lehet, hogy nem kell annyiszor, tehát ez nagyon sok mindentől függ. Én azt tudom elmondani, hogy mi a Tootsbot Easy Fit 4-es verziós all-in-one pelusával kezdtünk, ugye ez egy állíthatós pelus. Ez a pelus igazából belül csak egy ilyen visszahajtható pamut rétegből áll, tehát ez egy éjszakát nem bírna ki, de mivel itt nagyon nagy a zsebe, nagyon jól lehet turbozni, és én ha éjszakára kerül a sor, nekem a kedvencem az csak is kender betét, ez itt egy piskóta betét, Thirsties a márkája, 55% kender és 45% bio pamut. Kender a legjobb netszívó. Nagyon jó kérdés ez azzal is kapcsolatban, ez majd később is fel fogom hozni a popi pirosodásnál, meg ennél annál, hogy nagyon tudni kell az anyagoknak a netszívó képességét, és hogy mit mivel párosítunk. Ez úgy néz ki, hogy kender a jobb netszívó. Legfelül van a kender, alatta bambusz, alatta pamut, és alatta az összes ilyen mikrofiber, tehát az ilyen műszálas anyag. Tehát magyarul a kender szív a legjobban, majd a bambusz, majd a pamut, majd a mikroszálas, de a leggyorsabban netszívó az a mikroszálas, alatta van a pamut, alatta van a bambusz, és alatta van a kender. Tehát az azt jelenti, hogy ha a kenderre ráöntünk 2 deci vizet, ez magába fogja tartani, és nagyon jól magába is tartja, de lassabban szívja fel. Tehát, hogyha például kenderbetét lenne csak magába a gyerek popsi alatt, akkor lassabban szívódna be, tehát lehet, hogy ez itt irritálná a pisi, a kis popsiját, és ezért fontos, hogy kendert mindig egy gyorsabb netszívóval, mint például mikroszálas vagy pamuttal párosítsuk, hogy gyorsan felszívódjon a folyadék, ami a felszínére kerül, de viszont alatta valami magas felszívó képességű, mint mondjuk a kender magába tartsa. Nem? Remélem, hogy ez érthető íz. Tehát ebből annyit kell megjegyezni, hogy a kender meg a bambusz nagyon jól tartja a nedvességet, de lassan szívja fel, tehát ezért tökéletes, ha egy pamut van felül, és akkor alatta turbózunk. Tehát az éjszakára visszatérve, ez nekünk működött is olyan 6 hónapos korig, és utána már ez sem volt elég, és igazából nem akartam duplán turbózni, mert mondom, akkor túl nagy lesz a csomag.
Nekünk ez nagyon-nagyon bejött, ugyanis a Tocbosznak ez a verziója itt oldalt nem engedi, tehát ez soha nem folyatott, nem volt semmi gond, csak hát ugye egy idő után, amikor a Maja még azért kétszer fel kellett enni, reggelre tehát totyakos volt, és nekem az nem tetszett, és utána váltottunk arra, amit a mai napig használunk, az pedig a Rumparúznak, ez az all-in-one-ja, és nekem amúgy azóta ez a kedvenc pelusom, mert ez az egyetlen ilyen pelus, ami tiszta természetes anyagokból készül, tehát ez itt bambusz, amúgy ez azoknak is nagyon jó, akiknek a kisbabája még ilyen anyateljes kakit produkál, ugyanis van benne egy ilyen oldalt belső combgumi, és szerintem ez nagyon-nagyon jól, remélem, hogy látszik, megfogja így, hogyha esetleg kaki kerülne ebbe, de nálunk nem szokott, mert ugye ezt éjszakára használjuk. És ebben egy dupla kender bambusz betét van, ami így néz ki, és ezt ahhoz, annak megfelelően lehet hajtogatni, hogy fiús hajtás, vagy lányos hajtás, én csak így simán hajtom, és igazából még jobban lehetne ezt a zsebeset turbózni, de tényleg nekem ez abszolút bevált. Hogyha nem ezt használnám, amit még nagyon-nagyon szeretek, az a nadrág pelenkák, mindjárt azt is megmutatom, csak még erről befejezem, tehát hogy ez tényleg természetes anyagokból készül, és 6 hónaptól, hát 7 és félig ezt használtuk, és ez nem lett annyira tele, mert ez még többet tud magába szívni reggelre, de most, hogy átalussza az éjszakát, majdnem, hogy igazából, úgy gondolom, hogy most vagy este még pisil egyet, mielőtt elalszik, vagy reggel pisil, amikor fel kell, de körülbelül egy pisinyivel kell, tehát tényleg bőven kibírja ezt az éjszakát, és még egyszer mondom, ez Rumparúz, majd belinkelem a márkát, nagyon-nagyon szeretem. A másik, amit én nagyon netszívó pelenkának tartok, az az összes ilyen nadrág pelenka, nekem az az Anavi, márka a kedvencem a nadrág pelenkákból, ez tiszta 100%-os biopamut, tehát egy ilyet raknék rá egy külsővel, legyen az egy blueberry, nekem az ilyen blueberry külső patentos külsők a kedvencem, vagy éjszakára, hogy még kényelmesebb legyen, ilyen nem is van, Petit Lulu, tehát ezt éppen ide becsomagoljuk, és ez azért mondom, hogy kényelmes legyen, mert ennek ilyen polár ott a gumizása, és szerintem ez abszolút nyomja meg a kis lábukat este, de egyébként én ezt siestához használom a Majának, tehát amikor alszik délelőtt vagy délután, akkor ilyet szoktam ráhagyni, vagy pedig megint a Tocbucnak a bambúzol pelenkáját, tehát én ezeket tartom a legjobb netszívó, tehát ez is megint tiszta a bambusz. Tehát éjszakára szerintem nincs egy ilyen arany megoldás, ami mindenkinek működik, ez attól függ, hogy mennyit hányszor kell a gyerek, mennyit pisil, tehát tényleg én ezeket a pelusokat találom a legesleg netszívónak bármiben, amiben kender van, kivéve ugye ezek pamut és bambusz, a Anavi meg a Tocbocz bambúzoz, de ez már nem lenne elég a Majának. Tehát elvileg ezek a kettes méretűek 500 ml-t bírnak, de tehát nem bírnak ki egy éjszakát, mert tényleg a Maja egy nagyon pisilős kisgyerek. Tehát igazából az éjszakáról ennyit, mert ha mindenről ennyit fogok beszélni, akkor soha nem lesz vége ennek a videónak. Mosás! Változott-e valami? Második nagyon kiért kategória. Változott-e valami? Hogyan tárolom? Mit csinálok pontosan a kakával, meg a pisivel? Pisi szagos a pelenka, pirosabb opsi a pelenka után, mosással van egy elbaj, hogyan tároljuk, stb. Mosás, ugye erről van egy külön videóm, és taram-taram, nem változott semmit a mosási rutinom, ugyanúgy mosok, én nagyon örülök, hogy az elején tényleg kikísérleteztem, és kitaláltam ezt a mosási rutint,
Azóta is ahányszor valaki kérdez, hogy, vagy mondja, hogy szerinte nem tiszták a pelenkái, vagy szerinte a pelenka csipi ki a pirosságot, én mindig ezt szoktam felhozni, hogy a mai modern mosógépeknek meg kell nézni a beállítását, mert a legtöbbje víztakarékos és nem használ külön öblítést. Ezt hangsúlyozom az elején a mosásos videómban is, hogy nagyon sokszor szerintem az a baj, hogy ugyanazt a vízzel mossa ki a pelenkákat, amivel felengedi először a mosógép a vizet, és ezáltal nem lehet olyan jól kimosni őket. Tehát nagyon fontos a mosásnál, hogy legyen egy külön öblítő program, amikor beengedi a hideg vizet, kimossa a pisit meg a kakit, kiöblíti a pisit meg a kakit a pelenkából, és leengedi ezt a vizet, majd újra tölti felmelegített vízzel, és azzal mossa ki. Egyrészt azért, mert ezek a pelenkák, gondoljunk bele, csak egy ilyen pelenka 500 ml szív magába, tehát ha kevés víz megy bele, egyrészt nem lesz elég víz ahhoz, hogy kimossuk, másrészt, hogyha abban, amivel feltölti először a mosógép, azzal akarunk mosni, akkor ugye abban a kakis, pisis vízben keverengnek a pelusok, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen nekünk az alapmosásunk, amivel minden hétvégén egy fehéret meg egy színeset mosok, az úgy néz ki, hogy egy órás program, berakom, feltölti a mosógép a vízzel a ruhákat, a dobot, és igazából azzal az egy 60 liter víz megy bele, azt hiszem 55 vagy 60, azzal az egy vízzel átmossa, belemegy a szappanos, vagy a mosópor, amit készítek, vagy az ecoeg, átmossa, majd kiengedi és átöblíti. Tehát ezt mosipelusoknál nem lehet. Nagyon fontos, hogy legyen egy öblítő program, szerintem nagyon fontos, hogy 60 fokon mossunk, és találjuk meg azokat a mosószereket, amik nekünk működnek. Ezt is mondtam a videómban, hogy én nem a saját magam készített szappanos mosószert használom mosáshoz, hiszen szappan van benne, és szappannal mosipelusokat nem jól mosni, mert lerakódás képződhet a szövetekben, és ezáltal a netszívó képessége nem ugyanolyan lesz a pelusoknak, tehát hiába van ecoegem, hiába van saját mosószerem, az csak a ruháinkhoz, tűrcsinkhez, ágyneműhöz használom, és nem a mosipelusokhoz. Ehhez Miofresh-t használunk, és azt a The Rocking Green mosószert, mert nem eszméletlen kemény a víz. Tehát végül is röviden, mosási rutinom nem változott, azóta sem marha epézek, nem sikálok semmit a pelusokon. Ha pisis a pelus, ezt nem kell túl gondolni, pisis a pelus, leveszem a majáról a kis törlőkendővel, amivel kitöröltem Popiát, Nuniát, az egész megy bele a tocpoc vödörbe, és ott vár egy-két-három napot, attól függ, hogy ugye mikor telik meg, általában 2,5-3 naponta, és mosom. Ha kaki van benne, most már azért hozzá kell tennünk, hogy részlegesen elcézünk is, tehát valamikor bilibe megy a kaki, ha nem bilibe megy a kaki, általában tudom nagyjából, hogy mikor kaki a maja, és akkor rakok kakifogót. Itt a kakifogom. Nem én hemeknek a kakifogóját használom, tehát nem használok papír kakifogót, majd erről külön kitérek, hogy miért nem, és ez így belekerül a pelusba, és amikor levesszük a pelust, akkor igazából kiemelem a kakifogót, így szépen, mint egy kis csomagot, ezzel a WC fölé megyek, és bum, beleesik a kaka a WC-be. De most a majának legtöbbször ilyen kis lepényhal kakia van, ami azt jelenti, hogy szabályosan le tudom rázni erről, poláról nagyon könnyen lejön a kaki, ezért is szeretem. Egyetlen hátulütője, ugye ez egy igazából 100% a hemeknek ez egy nagyon jó minőségű kakifogója, de ez nem természetes anyag. De én úgy vagyok vele, hogy ez még mindig sokkal jobb, mint hogyha kicsipni a seggét, hogyha nem időbe kapom el a kakit, és erről nagyon könnyű leszedni, leborítani, és egy ilyen száraz érzetet is biztosít valamilyen szinten, mondjuk ez az Etsy ellen működik, de mindegy, ebben nem is megyek bele. Az a lényeg, hogy erről kakit nagyon egyszerűen le tudunk borítani, természetesen néha van folyós kaki, nincs,
a majának hozzátáplálás óta úgy néz ki a kakija, mint egy felnőtt kaki, csak kicsibe, mint mondjuk egy kisebb marék sár, tehát legkönnyebben beleburítom a WC-be, hogyha nem, akkor pedig egy kicsit WC-papírral rásegítek, és 90%-a lejön, a többivel meg nem foglalkozok. Mint mondtam, én nem marha elpeszappanozok, nem sikálok semmit, és mégis minden tiszta, mert jó a mosógép beállításom, és jó a mosási rutinom, tehát nekem nincs arra időm, én biztos, hogy nem. Egyszerűen nekem ez a marhaepe szappanos, foltisztításos dolog nem jön be, meg főleg, hogy az ember ott kakiba maszatoljon, általában rohanok a gyerek után. Tehát erre a kérdésre válaszolva, így kakit pisit, így oldjuk meg. Ugye ez a kipirosodás, pisi szag, ezt az előző ebben azért már beszélni se tudok, annyi mindent szeretnék elmondani, ezt a mosási rutinnál említettem, hogy szerintem miért lehet.